Nem csak Magyarország, hanem a régió és egész Európa számára is fontos eredményeket ért el a Visegrádi országok együttműködése. Ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a V4 országok Európai Uniós fejlesztésekért felelős vezetőinek találkozója után. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindannyian elkötelezett tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és fontosnak tartjuk, hogy az országok közötti fejlettségi különbségek csökkenjenek. Ez is egy olyan fontos együttműködés az Európai Unión belül, amelyre hosszú távon is lehet építeni. A V4 országok együttműködése fontos és hosszú távon is lehet rá építeni. Ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter az uniós fejlesztésekért felelős v miniszterek tanácskozása után. Gulyás Gergely arról is beszélt, az unió alapszerződésében rögzített egyik kiemelt cél a kohézió, vagyis az eltérő fejlettségű térségek közötti különbség csökkentése. Hozzátette, az Európai Bizottsággal intenzív szakaszban vannak a tárgyalások, a vénégyek a partnerségi megállapodás aláírásában jól állnak. Az operatív programok jó részének konkrét terveit Brüsszelbe benyújtották, és a technikai egyeztetések, a szakmai egyeztetések egyébként korrekten haladnak a bizottsággal. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha ezekbe a politika nem szól bele, akkor jó esélyünk van arra, hogy egy-két hónapon belül a 7 éves költségvetési időszakról szóló partnerségi megállapodás létrejöjjön. A kohéziós politikát folytatni kell, az ugyanis fontos pillére az Európai Uniónak. Ezt már Szlovákia miniszterelnök helyettese mondta. A kohéziós politika nagyon fontos, mert még mindig nálunk találhatók a legkevésbé fejlett régiók az Európai Unióban. Ezért itt fontos a versenyképesség, valamint az itt élők életminőségének és a gazdaság teljesítményének növelése, fogalmazott Veronika Remisová. A cseh regionális fejlesztésért felelős miniszterhelyettes pedig úgy fogalmazott, a júliusban kezdődő elnökségük alatt a kohéziós politika továbbfejlesztésén fognak dolgozni. Az adatok egyértelműen mutatják ennek a programnak a sikerét, ennek köszönhetően Csehország is dinamikusan növekedett, fogalmazott a cseh miniszterhelyettes. A v politikusok az uniós források felhasználására is kitértek. Lengyelország illetékes minisztere azt mondta, Lengyelország ebben alig marad el Magyarország mögött, de Csehország és Szlovákia is az első között van az EU-n belül. Zegosz Pude úgy fogalmazott, Magyarország példaértékűen hasznosítja a kohéziós forrásokat. Ennek eredményei az utóbbi években különösen látványosak. Nagyon pozitív meglepetésként ért mindaz, amit itt láttam Magyarországon. Európában utazgatva gyakran jól látni a fejlődéseket, de kevés olyan országot látni, ahol egy-két éven belül ennyire nagy változásokat lehet tapasztalni a fejlődésben. Fogalmazott a miniszter, aki szerint látszik, hogy Magyarország jól használja fel a forrásokat. Hazánk egyébként az előző költségvetési időszakban csak nem 72%-át hívta le az uniós forrásoknak, ezzel az ötödik az egész Európai Unióban.